következőkben szeretném ismertetni az R1 pluszos műtrágyaszórónak az általános géppel való összeakasztását és karbantartását műtrágyaszórás előtti állapotban. Legelőször is szeretnék beszélni arról, hogy maga a hajtóművünket nem kell ápolnunk, úgymond. Zsírral van feltöltve, tehát különösebb karbantartást nem igényel, de viszont egy nagyon fontos pont a tartályban lévő védőrácsok alatt a keverőnek a kenése. Egy speciális szerszámmal tudjuk kinyitni a rácsokat rögzítő műanyagfület, kinyitom és alatta található mindkét oldalon a műtrágya boltozódását gátló keverőnek a zsírzása. Mindkét oldalon ezt el tudjuk végezni, azután pedig egy határozott mozdulattal visszacsukhatjuk a rácsokat, és ezt a speciális szerszámot a helyére helyezzük. Azután a gép, ha összekapcsoltuk a traktorral, a hidraulikát kapcsoljuk össze a következő lépésben, amin található egy elzárócsap. Az elzáró csapnak a szerepe abban rejlik, hogyha műtrágyát szeretnék kiszállítani a területre, akkor mindenféleképpen zárjam el ezt a csapot, hogy a munkahenger a zsalukat véletlenül se tudja kinyitni. Jó. Azután a kardán összekapcsolása történik meg. A kardán burkolatot védőlánccal rögzítsük a elfordulás ellen. Más egyéb ezzel kapcsolatosan nincs is. A kardán zsírzását is ugyanúgy 8 óránként végezzük el. Jó, ezek után állítsuk be a műtrágyaszórónak a szórási magasságát. Ahhoz elindítom a traktort és beállítom a 75 centis tányér magasságot a talajtól. Szórás szélesség elérése miatt tudunk munkaszélességet változtatni, méghozzá oly módon, hogy a műtrágyaszórót vagy a traktor felé, vagy pedig hátrafelé döntjük. Ezt ugye a középső orsó állításával tudjuk elvégezni. Aminek állításában egy vízimérték segít, ez a túloldalról valószínűleg jobban látható, és ha a vízszinteshez képest előrefelé a traktor fele bukik a szóró, akkor növelem a szórás szélességet, hogyha hátrafelé billentem, akkor pedig csökkentem a munkaszélességét a gépnek. Ez jelen műtrágyaszóró esetében A3-as lapátozattal van szerelve. Ez 12-18 méteres munkaszélességet tesz lehetővé. Hogyha ettől kisebb vagy nagyobb munkaszélesség szükséges, akkor az lapát garnitúra cserével érhető el. Látszik is, hogy ez A3-as lapát, a kisebb munkaszélesség, ez az A2-es a tökéletes. Jó, szórás megkezdésekor pedig, mivel a műtrágyaszóró trendszórásra alkalmas, egy átváltó karral a szórótányérok forgás irányát megváltoztatom. Nagyon jól mutatja a gépen egy ábra,
hogy ha összefelé forognak a szórótányérok, akkor teljes munkaszélességgel dolgozik, hogyha pedig szétfelé forognak hátulról nézve, akkor táblasz. Maga a műtrágyaszóró vászszerkezete egy térhálós acél vászszerkezet, amelyre amiatt van szükség, hogy ne a tartály viselje a műtrágyának úgymond a súlyát, hanem ebbe a bölcsőszerűen kialakított vázba ül bele maga a tartály, ezáltal lényegesen nagyobb teherbíró képessége van. Felszereltek a műtrágyaszóróra mindkét oldalra egy-egy sárfogó gumilemezt, amely amiatt szükséges, hogy a traktor kereke a sarat ne tudja feldobni, és a traktort is megvédi az esetlegesen előrefelé repülő műtrágya szemcséktől. Maga a szórótányért körbeöleli egészen hátulról a traktor felé nézve előre egy vájúszerűen kialakított saváló lemezrész, amely egyetlen műtrágya szemcsét sem fog engedni a traktor felé szórót. Maga az Elec Plus műtrágya szóró alkalmas táblaszélszórásra, mely táblaszélszórásnak kétféle várfaját ismerjük, úgymond, teljesen a táblaszélen való haladás, vagy pedig fél munkaszélességgel a táblaszélétől való haladással történő szórás. Amikor a tábla szélén megyünk teljesen, akkor normál forgásirányba, tehát összefelé forognak a szórótányérok. Ezt egy kis ikon mutatja is a szórótányéron elhelyezve. És teljesen a tábla szélén, ha megyek, akkor a jobb oldali Schubert le kell zárnom ezzel a karral, és úgy a jobb oldali szórótányér nem fog működni. Tehát csak a bal oldali fogja a szórást végezni. A másik lehetőségünk pedig a forgásirányváltoztatás, amikor fél munkaszélességgel a tábla széléhez megyek. Művelőutas tábláknál ugye így is van kiképezve a művelőút. Ilyenkor pedig a kar átváltásával a szórótányérok szétfelé fognak. Táblaszél szórásnál a szórólapát hátsó oldala dolgozik, amelynek kialakítása torzítja úgymond a munkaszélességet. Jelen esetben ugye 18 méteres munkaszélesség feléig fog eldobni a lapát. Maga a lapát anyaga ez egy mangánacél. Maga a lapát anyaga amiatt, hogy nem saváló anyagból készül, hanem mangánacél ötvözetből, egy kopás állóbb, strapabíróbb anyag, főként úgymond a szögletes szemcsék műtrágyáknál igen nagy a koptató hatás, tehát emiatt szükséges maga ez a kialakítás. Maga a műtrágyaszóró szórószerkezete egy fogaskerék hajtóművön alapszik, a hajtóművet kardán tengellyel hajtjuk meg ugye a traktorról, egy biztonsági tengelykapcsoló helyezkedik el itt a védőlemez mögött, melyben súrlódó betét biztosítja azt, hogy ha a tányér valami miatt elakadna, tehát bármilyen akadály kerülne az útjába, akkor nem vezet töréshez, hanem ott meg tud csúszni és megakadályozza az alkatrészek idő előtti elhasználódását. Azután maga az egész műtrágyaszóró működtetését, mennyiségszabályzását biztosító hidraulikus munkahenger a túloldalon helyezkedik el. Melynek működtetését a traktor hidraulikus rendszeréről tudjuk biztosítani. Maga a munkahenger csak zárási pozícióba dolgozik, úgymond, és automatikusan ez a spirálrugó végzi a megfelelő beállított értékre történő nyitását a zsaluknak. Maga a szórandó mennyiség beállításához kétféle skála lehetőségünk van. Van egy nagyszámos skála 1-től 9-ig, és 2-től kezdődően egy nagyobb számértéket tartalmazó skála lista. Erre amiatt van szükség, maga az 1-től 9-ig skálához táblázat található, akár az interneten, vagy pedig minden géphez alapból jár egy kis füzet, ahol a különböző műtrágya típusokra beazonosítható mennyiségi adatok tartalmaznak, és ott a különböző szórási mennyiségek beállíthatók. A másik lehetőség ez a kisebb lista, ez az úgynevezett S-indikátor lista,
ahol nagyon egyszerűen ez az eszköz segítségével műtrágya leforgatást tudunk végezni típusonként. A lényege csak annyi, megtöltöm magát ezt a kis edényt műtrágyával, 30 másodpercig kinyitom az alját, 30 másodpercig átfolyást végzek, a kifolyt mennyiséget meg fogom tudni mérni ennek a mérlegnek a segítségével. Amikor ez megvan, behelyettesítjük egy táblázatba az adatokat, ami annyit jelent, hogy tudom a kiszórandó mennyiségemet kilogramm per hektárba, a műtrágyaszóró munkaszélességét, haladási sebességét, ezt megszorzom egy arányszámmal, és ezt el fogom osztani a 30 másodperc alatt lefolyt műtrágya mennyiségével, és a kapott értéket a skála kisebb számmal jelzett értékeihez beállítom, és ahogyan ennek az ütköző csavarnak a segítségével beállított értéket tartom, akkor a kijuttatott mennyiségem az mindig állandó lesz. Szórás végeztével a műtrágyaszóró nagynyomású mosóval nyugodtan mosható, semmiféle károsodást nem fog okozni neki a vízsugár, és hogyha a tartály belsejét kimostuk és a poros rászóródást a szórószerkezetről, azután van egy konzerváló olajunk, amely szórópisztollyal felhordható a felületre. Konkrétan, ahol lekopott festést, bármit látunk, nyugodtan kezelhető ezzel az olajjal, korrózió elkerülése érdekében, és azután fedett helyen tárolható a gép. Az esetlegesen leverődött festékhez pedig biztosít a gyár egy kis fiolába egy javító festéket, amellyel, hogyha esetleges karcolások a lemezfelületen le vannak javítva, akkor megelőzhető a károsodása a felületnek.